Ismét megkísérlik az ukrán erők a mariupoli Azovsztál acélműben rekedtek evakuálását, jelentette be pénteken Andrij Jermak, a kijevi elnöki hivatal vezetője. Részleteket azonban nem árult el. Jermak elmondta, hogy csütörtökön az ENSZ segítségével több száz civilt sikerült kimenekíteni Mariupolból, köztük olyanokat is, akik az orosz csapatok által ostromlott létesítményben kerestek menedéket. Moszkva szerint az Azovsztál az utolsó olyan létesítmény Mariupolban, amelyet még nem sikerült elfoglalniuk az orosz erőknek. Az épület alatt húzódó hétszintes föld alatti alagútrendszerben a várost védő fegyveresek mellett még mindig vannak civilek, beszámolók szerint nagyon rossz körülmények között.